Szép estét kívánok mindenkinek! Az idei protestáns tavasznak próbáltunk a nevelés kapcsán adni egy súlypontot, hiszen az iskola körül annyi minden elképzelés, probléma, indulat, javaslat fogalmazódik meg, és ami a lakott politikában nehéz, hogy a dolgoknak a mélyére menjünk, a mélyére lássunk, hogy honnan is jönnek, ha vannak ellentétek, hol is találhatunk közös hangot, vagy közös megoldásokat, mik is a valóságos problémák, mik a felszíni problémák. Arra nehéz időt, meg energiát, meg figyelmet találni a napi küzdelmekben. Ezek a beszélgetések a protestáns tavasznak a rendezvényei most már lassan 15 éve. Azért vannak, hogy egy kicsit mélyebb, magasabbra lássunk, mélyebbre ássunk, messzebb tudjunk tekinteni. Ehhez most már tradicionálisan vannak olyan partnereink, beszélgető társaink, akiket rendszeresen meghívunk. Közéjük tartozik Köves Sómó rabbi is, aki a egységes magyarországi izraelita hitközségnek a rabbia, jól mondtam, Emich, ami egy különleges dolog már önmagában is, de találkoztunk protestáns, alternatív iskolát építőkkel is a múlt héten, ráadásul Kolozsvárról beszélgettünk egyházi vezetővel, filozófussal erről az ügyről, úgyhogy most belevágunk a különösebben a bemutatással nem töltöm az időt, hiszen jól ismerjük egymást. Az egyik kedvenc haszid történetem, majd kiigazítasz, ha nem haszid, meg nem történet, meg nem kedvenc, meg nem is úgy van, mert a beszélgető partnereim mindig rendre szoktak utasítani engem, úgyhogy csak bátran. Amelyik arról szól, hogy van egy földesúrnak, egy gazdának egy kiváló szolgája, aki a legszorgalmasabb, a legjobban dolgozik, a legmegbízhatóbb, és akkor egyszer csak oda megy az urához, és azt mondja neki, hogy engedje el, mert van egy híres rabbi, valahol meg akarja keresni, mert szeretne tanulni. Tanulásra van szüksége. És akkor azt mondja a gazdája, hogy hát ez nagy veszteség, nekem egy évre elengedlek, de hát nem szívesen, de ha mindenáron tanulni akarsz, akkor menjél. Elmegy a szolga egy évre a híres rabbihoz tanulni, és aztán nem jön vissza csak 3 év múlva. Akkor visszaérkezik, akkor hát meglehetősen dühös rá a gazdája, hogy egy évről volt szó, 3 év munka kiesett, és akkor azt mondja, hogy azt mondd már meg nekem, mihez kellett ez a 3 év? Mit tanultál olyan sokat? És akkor azt mondja a szolga, hogy megtanultam, hogy a világnak van teremtője. Hát erre aztán méregbe gurul nagyon a gazdája, összehívja az összes szolgát, és azt mondja, hogy na jelenkezzen az, aki nem tudná, hogy a világnak van teremtője. Senki nem jelenkezik, azt mondja a gazdának, na látod, mindenki tudja, hogy a világnak van teremtője, miért kellett ezért 3 évre elmenni és engem megkárosítani azzal, hogy 3 év munka hiányzik. És akkor erre a szolga csak azt válaszolja szerényen, hogy lehet, hogy tudják, de meg is tanulták. Mi a különbség, tudunk valamit, és mit jelent megtanulni valamit, ha kezdhetem ezzel, hogyha ez egyáltalán egy haszid történet volt. Köszönöm szépen. Valóban ez egy haszid történet, egy nagyon szép haszid történet. Ha jól emlékszem, akkor ez a Berdicsevi Lévi Yitzhak volt, akivel a történet történt. Nem úgy ismerem, hogy a gazda, hanem hogy a apósa volt, aki szemrehányást tett ezért, és végül is most a részletek nem olyan jelentősek, de a végszó, ahogy a történetet én ismerem, az, hogy behívja a szolgáló lányt, és azt mondja, hogy hát azt mondod te, már mint a veje, hogy megtanultad, hogy van Isten? Hát a szolgáló lány is azt mondja, hogy van Isten, azt mondja, igen, de ő mondja, én megtanultam. Ugye, hogy mit jelent, vagy ugye, megtanulni, mit jelent tudni, ugye a haszid filozófiában, a zsidó filozófiában azt szoktuk mondani, hogy a tudásnak, a megértésnek a folyamata az 3 fontos állomásból áll. Ezt a 3 fontos állomást azt úgy nevezzük, hogy bölcsesség, megértés, tudás. Héberül ez chokhma, bina
és dát. Ennek a rövidítése könyvben a Chabad, ami a mi irányzatunkat is jelöli. Mi a bölcsesség, megértés és tudás? A bölcsesség az az, amikor a sötétségből elővillan a villám, a megoldás. Amikor valamit nem tudunk, nem értünk, és törjük rajta a fejünket, és úgy érezzük, hogy sötétben vagyunk, köszönöm a vizet, sötétben vagyunk, és egyszer csak bevillan a megoldás. De ilyenkor még nem értjük, csak valahogy kapizsgáljuk. A következő lépés, amikor ezt a megoldást, ezt szépen ki is bontjuk saját magunkban, és látjuk, hogy tényleg minden a helyére került, megértettük a problémát. De amikor valaki ért valamit, az nem azt jelenti, hogy tudja. Tudni, dát, az a szó héberül, hogy dát, azt a Biblia akkor használja először, amikor azt mondja, hogy Ádám megtudta Évát. Ez a magyar fordításban azt szokták mondani, hogy megismerte Évát, és mindannyian tudjuk azt, hogy ez arról szól, hogy egybekeltek. Tehát a nemi kapcsolatról szól. Tudni valamit, az, amikor összekapcsolódom a dologgal, amikor nem csak értem, hanem tudom, az azt jelenti, hogy érzelmi hatással is van rám. Amikor azonosulni tudok vele, amikor a sajátommá válik, és nem egy elvont fogalom, hanem olyasmi, amitől az én személyiségem megváltozik, amitől másképp érzek. Én érthetem például, hogy etióp gyermekek éheznek, de nem biztos, hogy tudom. Amikor tudom, akkor fájdalmat érzek irántuk. Akkor már személyes kapcsolatom van a dologgal, és ez a történet is erről szól, hogy lehet, hogy értem, hogy van Isten, de tudom-e, hogy van Isten? Amikor tudom, hogy van Isten, az azt jelenti, hogy a mindennapjaimban nem csak egy elvont fogalomként jelenik meg Isten, hanem befolyásolja a mindennapi érzéseimet, a mindennapi cselekvéseimet, valami, ami valóban részem, és nem csak, mint egy elvont fogalom értem, hogy létezik. Talán, igen, amikor a te helyeden Rőri Géza ült, akkor beszélgettünk erről ennek a másik fajta megismerésről, amelyik inkább mondjuk egy ilyen görög filozófiai megközelítés, amelyik arról szól, hogy úgy lehet igazán valamit megismerni, hogy objektív maradok és távolságot tartok. Ez arról szól, hogy menjél közel, azonosulj vele, egy kicsit legyél olyannál, mint ő, akkor fogod igazán megérteni, akkor lesz benne a tudásodban, az ismeretedben. Ez a másik meg azt mondja, hogy az nem jó, mert az szubjektív, az elfogult, az félértető. Az az igazi, amikor egy tárgyat objektíven távolságban szemlélek, vagy egy embert is akár, körbeírom, és akkor, hogyha van róla valami fajta objektív tudásom, na az hitelesebb, az jobb, mint hogyha ez a másik uh-huh. dolog történik, mert akkor már elveszítettem magamat egy kicsit a másikba. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert héberül az a szó, hogy hit, emuná. Azzal a szóval rokon, hogy immun. Immun az két dolgot jelent. Azt jelenti, hogy bizalom, és azt jelenti, hogy gyakorlat. És azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy higgyünk Istenben, hogy ez a hit az valódi legyen, az valós legyen, ahhoz nyilván szükség van arra, amit mondasz, hogy objektíven is filozofálni kell Isten létéről, és próbálni kell megérteni. Ez nem olyan nagyon nehéz, mert valaki őszintén áll hozzá, akkor pontosan látja, hogy sokkal logikusabb az, hogy teljesen objektíven figyel, de sokkal logikusabb az, hogy van Isten, mint hogy nincs. De igazi hit az nem abból fakad, nem csak abból fakad, hogy megértem, és észérvekkel alátámasztom Isten létét, hanem attól, hogy van bennem bizalom, és eleget gyakorlom a hitet. A hitet gyakorolni kell, mert attól válik tudássá Isten hite, az Istenről való megértés, hogyha az a mindennapjaim részévé válik, és a természetes személyiségembe be tud épülni. Nem véletlen, hogy a modern kornak az a hozzáállása, ami azt mondja, hogy én hiszek Istenben a magam módján, ami természetesen minden nagyon tiszteletre méltó, de úgymond a vallást azt kivonja az Isten hitből, az azért sántít, legalábbis az én megítélésem szerint, mert kivonja a gyakorlatot. Isten az egy elvont valami marad a könyvben, amit megértek esetleg, amiről gondolkodok néha, de a gyakorlatban milyen gyakran van neki szerepe? Esetleg egy tragikus esetnél, egyszer-egyszer az életben, de a mindennapjaimat mássá teszi? Ez a fajta Istenkép? Nem nagyon. És egy történetet én is hagyd meséljek el.
Ugye a munkám során nagyon nagy hangsúly kerül arra, hogy olyan emberekkel is egy kicsit megismertessük a zsidó hagyományokat, akiknél elszakadt a hagyomány fonala, és ezt szoktunk különböző ilyen szabad egyetemeket rendezni. És ez egyik alkalommal egy ilyen 35 év körüli különben házi orvos, hölgy, aki származásilag zsidó, eljött erre a szabad egyetemre, és meghívtam, hogy jöjjön el a zsinagógába imádkozni. Életében nem volt még zsinagógában. Eljött egy péntek este, és utána, amikor hazafelé mentünk, akkor megkérdeztem tőle, hogy milyen élmény volt a zsinagóga. És azt mondta, hogy hát ez tényleg nagyon szép élmény volt, de hát neki az nem tetszett, hogy mindenki ugyanabból az imakönyvből imádkozott, és láthatóan, hogy olyan imát mondott, amit már sok éve elmond, és azért fejből tudja, voltak, akik hadarták, nem látta a spontán, szívből jövő imát, úgy látta, hogy ez nagyon gépies, és nagyon előre betanult valahogy, a hagyomány ezt túlságosan magától értetővé teszi, és hiányzik belőle a személyes érintettség. Ő sokkal inkább a személyes imának lenne a híve, és mondom neki, hogy ezt teljesen el tudom fogadni, és meg tudom érteni, amit mondasz. Valóban ez egy hátulütője annak, hogy van egy állandó imaszöveg, amit reggel, délután és este mondunk, megszokott időben. Na de mondom, ha te a személyes ima híve vagy, te mikor volt utoljára, hogy egy személyes imát mondtál? És nézett rám azt, hogy nem tudok rá visszaemlékezni. És mondom neki, pont ez a dolognak a lényege. Azáltal, hogy van egy hagyomány, ami az embert rá kényszeríti, hogy mondjuk ugyanazt az imaszöveget elmondja naponta háromszor, egy dolog biztos. Lehet, hogy a 15 perces imában nem fog minden szóra figyelni, de az biztos, hogy lesz egy pár másodperc, amikor Istenre gondol. Aki a spontán imára hagyatkozik, az soha nem fog imádkozni, mert spontán maximum két szót tud mondani, mit tud még ezt hozzátenni, és ezt is csak akkor fogja, amikor valamire nagyon nagy szüksége van. Szóval a hit akkor válik valós tudássá, hogyha párosul a gyakorlattal, ha párosul a mindennapok részévé válásával. Akkor azt a kérdést, ami minden vallásos nevelésnek az alapkérdés, akkor föltenném. Ez egy felszínes kérdés, de talán van egy mélyebb értelme, és ezt megkérdeztem a protestánsoktól is, a katolikusoktól is. Lehet a hitet tanítani? Ez nem valami olyan misztérium, ami vagy van, vagy, de hogy lehet tanítani a hitet, akár úgy is, hogy ezt valóban az emuna értelmében a bizalomnak fordítjuk, mert ez jobban megfelel egyébként a magyar nyelv értelmének is, mert a hit szónak a magyarban az valószínűleg ennek köze van az elmúlt, mondjuk az ateista évekhez, ennek inkább a hiszékenység a szinonimája, hogy hát azok a buta emberek, akik nem tudnak, akik azok mankó kell, igen. Igen, akik nem jutottak odáig intellektuálisan, hát azoknak marad a hit, ez a maradi dolog. Hogyha ezt valóban bibliai értelemben akarjuk használni, akkor jobb, ha azt mondjuk, hogy bizalom, és érdekes mindenütt ezt a szót behelyettesíteni akkor, amikor arról beszélünk, hogy hit, és akkor mélyebbre megyünk, de hát miért a bizalmat lehet tanítani, már mint az örökké való, az Isten iránti bizalmat. Mit válaszoltak a protestáns katolikus kollégák? Most azt mondom, hogy már nem emlékszem, ezek szerint nem volt jelentősége, de a személyesség volt az, ami közös volt a dologban. Tehát az, hogy valójában nem a hittételeknek az átadásával tanítom, vagy adom át a hitet, hanem egy magatartás formában. Mm-hmm. És azt arra emlékszem, hogy én mit mondtam volna, engem kérdeznek, de mindig én vagyok a kérdező, úgyhogy így. Akkor majd mindjárt megkérdezem, hogy mit mondtam. Tehát azt gondolom, hogy nincs vallásos nevelés. Abban az értelemben, hogy lenne a nevelésnek egy olyan része, ami a vallásos. Lenne egy elkerített része. Mint ahogy mondjuk a mi protestáns szóhasználatunkban van ilyen, hogy van a hitélet, meg van az ima élet. Mert ez ott húz egy kerítést, ahol nem szabad kerítést húzni. Te is beszéltél a praktikumról, a gyakorlatról. Tehát nem azzal nevelek az Isten iránti bizalomra, hogy megtanítom azt a szöveget, amiben az van, hogy bízni kell Istenben, hanem azzal, hogy én magam bízok.
És ez valamilyen módon, talán nem is verbálisan, de megjelenik a magatartásomon, és ez vágyat kelt a gyermekembe abba, hogy úgy éljen. Tehát az én személyes emlékem az, hogy amit a szüleim mondtak nekem a hitről, részben el is vártak a hitről, az engem inkább, bocsánat, hogy ezt mondom, inkább nyomasztott. De ahogy éltek a hitükkel, az meg vonzott. És ez azért ez két külön dolog, hogy mit tanítunk meg úgy, hogy azért ezt meg kell tanítani egy rendes zsidó gyereknek, ezt tudni kell, egy rendes kereszténynek, reformátusnak, ezt tudni kell, vagy pedig az, ahogy az életünkhöz viszonyulunk, a pénzügyeinkhez, a gyermekeinkhez, az ünnepeinkhez, az élet nagy kérdései, az a halálhoz, a saját szüleinkhez, és így tovább, és így tovább, abban megjelenik egy olyan magatartásforma, amire azt mondom, hogy na ez vonzó, de jó lenne, én is tudnék így élni, és abban van benne a... És akkor megkérdezem, hogy ez honnan van? Hát ez onnan van, hogy ők hisznek, ők bíznak az életnek az urába, hogy kellett mondani. Ugye van egy szép kis haszit történet, ami úgy szól, hogy megy három zsidó a vonaton, és azon vitatkoznak, hogy kinek a legnagyobb a rabbia, kinek a rabbia a legnagyobb csodarabbi. És akkor mondja az első, hogy hát az én rabbim, hát az valami fantasztikus, hát ez egy olyan csodarabbi, olyan csodákra képes, hogy képzeljétek el, hogy a feleségem halálos beteg volt, és az orvosok lemondtak róla, és elmentem a rebéhez, és a rebe, ugye a rebe az a rabbi szinonimája, elmentem a rebéhez, és elmondtam, elsírtam bajomat, bánatomat, és a rebe végighallgatott, és megáldott, és azt mondta, hogy minden rendben lesz, imádkozni fog érte, és minden jóra fordult, feleségem meggyógyult, és most is boldogan élünk. Másik azt mondja, hogy hát igen, de hát ez mind semmi. Az én rebém az még különlegesebb. Volt egy óriási üzleti lehetőség, és mindenki azt mondta, hogy túl nagy a rizikó, én elmentem a rebéhez, hogy nem tudok dönteni, minden pénzemet föltegyem erre a lehetőségre. A rebe azt mondta, hogy tegyem, és csoda történt, igaza lett, és hát ezért vagyok ma ilyen dúsgazdag. Hát az én rebém az előre is lát. Azt mondja, a harmadik, hát ez semmi. Az én rebém az mindannyiatoknál nagyobb csodarabbi. Hát mi történt? Hát nekem is volt egy óriási üzleti lehetőség, ami hát nem kis rizikóval jár, de nagyon sokat lehetett vele keresni. Elmentem a rebéhez, és megkérdeztem, hogy befektessek-e vagy sem. És a rebe azt mondta, hogy fektess be, fiam, befektettem minden pénzemet, beletettem, hiszen a rebe azt mondta, hogy fektessek be, és nem telt el egy pár hét, és az egész vagyonomat elvesztettem. Azt mondják neki, de hát akkor hol a csoda? Azt mondják neki, hát az nem csoda, hogy még mindig a híve vagyok? Ugye miről szól ez a történet, amikor azt mondjuk, hogy bizalom, azt mondjuk, hogy Istennel szembeni bizalom, akkor az tulajdonképpen miről szól? Az nem a gyengeségről szól, hanem az erőről szól. Miért? Az emberek nem szeretik az ismeretlent, mert úgy érzik, hogy a saját biztonságuk, saját biztonság érzetük gyengül meg, amikor az ismeretlennel valahogy kapcsolatba kerülnek. Ugye vannak emberek, akik őrültek, és szeretnek mondjuk a helikopterből leugrani a semmibe, az ismeretlenbe, de ezek nem a normális emberek. A normális ember az szereti a kiszámíthatóságot, szereti, hogyha előre tudja, hogy mi lesz, ha tudja, hogy hány forint van a bankszámláján, hogy mi fog történni holnap után. Nem szeretjük az ismeretlent, mert az a kiszolgáltatottság érzését adja nekünk. Az az ember, aki, és én nem is azt a szót használnám, hogy hisz Istenben, hanem az az ember, aki elismeri, sőt beismeri, hogy van Isten, az tulajdonképpen azt mondja ki, hogy ő nem minden. Ő azt mondja ki, hogy bármilyen okos legyen, bármilyen bölcs legyen, mindig lesz olyan, ami számára ismeretlen. És ennek az ismeretlennek a tenyerébe helyezi magát. Ami ugye azt jelenti, hogy egyszerűen beengedi az otthonába, beengedi a szívébe az ismeretlent, és ez egy olyan önfeladás, egy olyan alázat, amit sok mindenkinek nehéz elfogadni, mert nem szereti azt, hogyha kiszolgáltatottnak kell éreznie magát. És szerintem ez az a bizalom, amit bizalomnak nevezünk, amikor a hitről van szó, hogy kell, hogy legyen elég bizalmam ahhoz az ismeretlen felé, hogy
engedjem magam belehelyezni az ő tenyerébe. És talán majd még egy történetet elmesélek ezzel a bizalommal kapcsolatban kicsit később. Tehát ez az egyik dolog, a dolognak az egyik fele. A dolognak a másik, és ezt, ahogy mondod, én is azt gondolom, hogy személyes példákkal lehet tanítani. Tehát, hogyha egy gyerek látja azt, hogy a szülei nem érzik úgy, hogy nekik, hogy ők mindent előre látnak, és mindent előre bebiztosítanak, és ők mindent tudnak, és ők mindennek az urai, és van bennük ez a fajta alázat az ismeretlennel szemben, és ez nagyon sok területre megteszi majd a hatását, akkor ezt az életvitellel és a személyes példával lehet tanítani. A másik kérdés az, hogy az ismeretlen az ugye végtelen, és ezért bármit tudok, mindig lesz ismeretlen. Ezért az, hogy az én Isten képem, az ismeretlent hogyan képzelem el, ha egyáltalán el lehet képzelni, vagy hogyan nem képzelem el, inkább így mondom, az nagyon sokban múlik azon, hogy én mit tudok. És én szerintem a vallásos nevelésnek, és ez egy nagyon erősen zsidó gondolat is, igenis része az általad említett objektív, filozófiai, kognitív megközelítés, mert nem lesz kisebb a hitem azáltal, hogy fölteszek kérdéseket. Sőt, ha merek kérdést föltenni, akkor az megint csak a bizalom jele. Az annak a jele, hogy nem félek ettől az ismeretlentől, nem félek attól, hogy egy kérdést föltegyek. És ezért a gyereknek azért az fontos, hogy ez a hit, amivel mondjuk neveljük 3-4-5 évesen, és akkor hagyj idézek egy mondatot, amire lehet, hogy a mai este során sokszor vissza fogunk térni. Ugye Salamon király azt mondja a példabeszédekben, ha nohla náral pi dárko, gamki jászkén le josszur mi menna. Neveld az ifjút a maga útja szerint, ha megöregszik, akkor se tér le majd róla. Hogy mit jelent az, hogy neveld az ifjút a maga útja szerint, erről nagyon sokat lehetne beszélni, olyat is, ami akár majd aktuálisan közpolitikai kérdése is lehet formálni. De azt, hogy mit jelent a zsidó kommentárok szerint, többségükben azt mondják, hogy egy gyereknek és minden embernek tiszteletben kell tartani az éppen aktuális kognitív, személyes helyzetét. Egy 3 éves gyereknek másképp kell beszélni Istenről, mint egy 6 évesnek, mint egy 10 évesnek és mint egy 15 évesnek. Nehogy az legyen, hogy megmaradunk a 3 éves szinten a hit kérdéseiben, hogy a matematikából nem maradunk meg 3 éves szinten, azt visszük tovább, azt fejlesztjük, órákat adunk belőle, és órákat veszünk belőle, és házi feladatot írunk, de amikor Istenről van szó, akkor megmaradunk ugyanazon a szinten, ahol 3 évesek voltunk, hanem igenis el lehet mélyíteni nem csak a hitet, hanem a tudást is Istenről, a filozófiai tudást Istenről. Mit jelent a teremtés, mit jelent a véges, mit jelent a végtelen, mit jelent a kinyilatkoztatás, és nem csak teológiai értelemben, hanem filozófiai értelemben. Minél több lesz az, amit tudunk, annál minőségibb lesz az, amit nem tudunk. És ez az éremnek a másik oldala. És akkor, hogy csak még erre a bizalom kérdésre visszatérjek, hogy meséljek még egy történetet el. Egy barátommal történt, ugye, amikor mi a Talmud iskolába tanultunk az Egyesült Államokban, akkor, és ez a mai napig így van, akkor a mi irányzatunknak van egy ilyen nagyon erős ismeretterjesztő és oktató küldetése, és a mesterünk, a néhai Lubavicsi Rebe azt kérte a tanítványoktól, hogy nyáron, amikor nincsen tanulás, akkor menjünk el olyan helyekre is, ahol nincsen állandó zsidó közösség, és ott próbáljuk fellelni a közösség elveszett tagjait. És az egyik barátom az azt hiszem Norvégiába ment egy nyáron, és a történet lényege, hogy eljutott egy olyan kis településre, ahol egyetlen egy zsidót talált. És ez egy nagyon gazdag vas vagy acél kereskedő volt, aki nagyon kedvesen fogadta őket, nagyon meg is volt hatódva, azzal kezdte, hogy elmesélte az élet történetét, ami úgy szól, aminek a lényege az volt, hogy elmondta, hogy ő egy valahol dolgozott, és azt onnan kirúgták sok évvel ezelőtt, és egyre kilátástalanabb lett a helyzete, és nem talált állást, éveken keresztül alkoholista lett, depressziós lett, és bárhova feladott állásjelentést nem vették föl. Egy reggel fölkelt, és azt mondta, Isten, szóval nem volt egy hívő ember, de azt hirtelen megjött a hite, azt mondta, Isten, most elmegyek egy állásinterjúra, ha fölvesznek, akkor
10%-a a jövedelmemnek a tiéd. Elment az állásinterjúra, és nem vették föl. Következő állásinterjúra az Isten azt, hogy jó, értem, hogy ez nem volt elég. Ha fölvesznek az állásinterjúra, 50%-a a jövedelmemnek a tiéd. Elment az állásinterjúra, és nem vették föl. És amikor már teljesen kilátástán volt a helyzet, és semmi nem történt, egy reggel fölkelt, és azt mondta, Isten, tudod mit, én nem mondom neked, hogy mit csinálj. Amit csinálsz, az rendben lesz. Én elfogadom. Én belerakom magamat a tenyeredbe, és ahogy te jónak látod, úgy intézd a dolgokat. És ugye, és nem telt el egy nap, és fölhívta egy régi barátja, és meghívta, hogy legyen üzlettársa, és a végén így lett az, aki lett. És a történet lényege az az, de hogy gyakran... Hány százalékot adott le belőle? Hát erről már nem szól a fáma. De minden esetre, ugye gyakran az a helyzet, hogy annyira szeretnénk uralni a terepet, és annyira meg akarjuk oldani, és annyira görcsösen úgy érezzük, hogy minden szál a mi kezünkben van, hogy nem engedjük oda Istent. Nem, valahogy nem engedjük be. Ugye van egy ilyen haszid mondás, hogy hol van Isten? Oda, ahol beengeded. Isten mindenütt ott van, csak kérdés az, hogy te beengeded-e. És ez is a bizalomnak a része, az, hogy legyen bennünk annyi bizalom az ismeretlen iránt, hogy be tudjuk engedni, adjunk neki is terepet. A nevelésnek van ez a bizalmi része, ez a bizalom átadó része, van az intellektuális része, amelyik ezt a fölébredt hitet, ezt valamilyen módon megpróbálja racionálisan is összerendezni, megindokolni, és van a harmadik része, amiben éppen te meg a te közösséged, legalábbis Magyarországon mindenképpen feltűnően különböztök mindenki mástól, ez a, hogy is fejezzük ki, a rituális része. Az, hogy a külső jegyei ennek a nevelésnek. Tehát az, hogy olyan dolgokat adtok át a következő nemzedéknek, a gyerekeiteknek, ami titeket külsőleg is megkülönböztet mondjuk a mainstreamtől, vagy általánosan az emberektől. Ez nem egy zsidó sajátosság, hiszen korábban szertartásokban és egy csomó külső jegyben ez megvolt a keresztény is, de valahogy úgy lekopott ez a dolog, és most már ez nem jelenik meg. Tehát vannak nekünk is szertartásaink, vannak nekünk is vallásos szokásaink, de azért nagyon kikopott a hétköznapjainkból mindaz, ami megjeleníti azt, hogy mi keresztények vagyunk. Nálatok viszont ez egy sokkal, úgy tűnik, egy sokkal hangsúlyosabb. Mi ennek az oka? Azt gondolom, hogy alapvetően, ha most kicsit távolabbról nézzük a kérdést, akkor ez nem az én közösségemet jellemzi, hanem általában a hagyományőrző zsidóságot jellemzi. Az egy más kérdés, hogy nyilván vannak olyan zsidó közösségek vagy irányzatok, akik a hagyományos zsidóságot azt valamilyen módon próbálták igazítani a külsőségek megcibálásával vagy megnyírbálásával. De hogy a zsidóság számára, és itt szerintem van egy különbség, egy fontos különbség a kereszténység és a zsidóság útválasztása között. Azt gondolom, hogy ez visszamegy a gyökerekhez. Tehát a zsidóságban, ha valaki elolvassa Mózes 5 könyvét, akkor látja, hogy elég nagy hangsúly van a külsőségeken és a rituálékon. Ugye tudjuk azt, hogy a talmudi bölcsek összeszámolták, és 613 parancsolatot találunk a Tórában, a Bibliában. A kereszténységben nyilvánvalóan a 10 parancsolat az ebből a 613-ból az nagyobb hangsúlyt kap, de hát hogyha elolvassuk az apostoloknak a különböző írásait és tanításait, és akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy ez a Jézusi tanításnak az egyik lényeges pontja, de kérlek javítsd, hogy ezt rosszul mondom, hogy ezek a külsőségek, ezek elvonják a figyelmet a belső tartalomtól, a belső lelkiségtől, és ne ezekre kerüljön a hangsúly, hanem kerüljön a hangsúly a lelki dolgok. Nem az a lényeg, hogy mi megy be a szádon, hanem az, hogy mi jön ki. Nehogy az legyen, hogy a végén a fától nem látjuk az erdőt. És ez egy olyan... Nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az emberért. Igen, és még lehetne egy pár ilyen idézetet citálni. Ugye mi azt állítja, hogy a rituálék azok elvehetnek a lelkiségből, és ezt a kereszténység azért az elmúlt 2000 évben ezt
is valósította meg. Tehát indulásként is már, nem, azt nem tudom, hogy most Jézus idejében, de mondjuk a kereszténység intézményesülése és kanonizálása idejétől azért ebben vált el a zsidóságtól igazán, hogy ezeket a rituálékat többségében leadta. Hát tulajdonképpen erről szól az új szövetség maga. Az, hogy az a szövetség, amit a zsidókkal kötött Isten, ami teli van ezekkel a rituálékkal, ez érvényes volt egy ideig, de most megváltozott, és egy új szövetség van, amiben ezeknek a rituáléknak bizonyos értelemben átveszi a helyét Jézus elfogadása, mint az, aki ugye megváltja az embert. Most nem akarok olyan területre menni, nem az én pályám, hogy úgy mondjam, nem lenne hiteles. Ez sokkal érdekesebb, hogy igen, én hogy látom. Hogy látsz minket. Igen. A zsidóság pedig megmaradt a rituálék világában. És mi ennek az oka? Mit mond erről a zsidó filozófia? A zsidó filozófia azt mondja, hogy itt két dologról is szó van. Az egyik az, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy a hitet azt teszi valósággá, hogy a rituálékhoz kötődik. Az, hogy a zsidó mindennapjában a rituálék azok gyakorlatilag kitöltik a napot, tehát hogy nincs olyan pillanat, amikor ne lenne valami olyan rituál, ami emlékeztetne engem erre a hitre, az megerősít a hitemben, mert folyamatosan emlékeztet rá. Ha belenézek a tükörbe, látom a szakállamat, meg a furcsa sapkámat, naponta elmondom ezt a három imát, étkezés előtt ilyen áldás, étkezés után olyan áldás, ilyen ünnep, olyan ünnep, szombat, nincs olyan pillanat szinte, amikor ne lenne valamilyen rituálé, és ezek a rituálék teszik valósággá a hitet. Ugye van egy olyan mondás, hogy a Talmudban, hogy az Izrael szokásai maga a Tóra, szokásjoga maga a Tóra, ami azt jelenti, hogy az emberi életnek a mindennapjaiban csak a szokáson keresztül, a rituálékon keresztül lehet bevinni Isten. Ezek nem eltakarják a lényeget a zsidó megközelítésben, hanem valóságát teszik, vagy tehetik a lényeget. Nincs biztosítva, de valóságát tehetik a lényeget. Úgyhogy szerintem ez a válasz arra a kérdés, hogy ezek miért fontosak, ezek a rituálék, mert amikor Istent visszaszorítjuk a lelkiség világába, akkor a valóság világából, a számunkra valóság világából gyakran egy idő után teljesen kiszorul. Ja, hát ez a bírálat, ez valójában sokkal inkább vonatkozik a protestantizmusra, mint a katolicizmusra, vagy akár az ortodox, már úgy értem, hogy a keleti ortodox kereszténységre, mert hogy ott nagyon fontosak, nagyon hangsúlyosak a ceremóniák, a rituálék, a szokások, és van is ennek egy ilyen érdekes teológia történeti, vagy egyház történeti vonatkozása, hogy amikor a reformáció korában különösen is a kálvinisták, tehát a luteránusok kevésbé, de a kálvinisták fölléptek a ceremóniák, a szokások, a túl cizellált liturgia ellen, meg a túl sok külső előírás ellen, akkor úgy gondolták, hogy ők tulajdonképpen azt a küzdelmet elevenítik föl, amit Jézus folytatott a korabeli zsidósággal szemben, és az itt ezt a farizeusi világot azonosították a katolikusokkal, és akkor egyből ők voltak Jézus és Pál apostol pártján ebben a dologban, amivel nyilván van egy csúsztatás, vagy egy eltorzítása annak az eredeti konfliktusnak, mert ezt most te megerősítetted egy kicsit, hogy valóban volt egy ilyen külső és belső dolog, de azért az, hogy az újabb bibliai értelmezések azért nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy Jézus alapvetően megmaradt a saját hitében. A saját hitében, és ragaszkodott ezekhez a külsőségekhez is. Akkor, amikor átlépte ezeket, akkor nem azért lépte át, mert úgy gondolta, hogy ezek fölöslegesek, hanem arra gondolt, amit te mondtál, hogy vannak olyan helyzetei az életnek, amikor a külsőség az megöli, vagy tönkreteszi, vagy elfojtja, vagy kizárja azt, hogy belülről történjen valami. Tehát amikor fogságba ejt. Van a külső buroknak, vagy hogy az egyik lehetséges funkciója az, hogy megtart. Nálunk is van egy ilyen, katolikusok mondják inkább, tartsd meg a törvényt,
és a törvény megtart tényleg. Uh-huh. És ez igaz egy közösségre, és igaz a társadalomra, igaz lehet egy nemzetre is. Ha megtartjuk a törvényeinket, mindannyian együtt, akkor azok meg fognak minket tartani, mint olyan közösséget, ahol bizalommal lehetünk egymás iránt, hogy a másik is meg fogja tartani. Tehát van egy ilyen pozitív üzenete a dolognak is, a másik pedig az, amire ez a rabbiból lett Saul Pál nevezetű ember mondta azt, hogy a betű megöl, a lélek pedig élővé tesz, megelevenít. Tehát e között a kettősség között mozgunk ebben a dologban, és mintha ti a hangsúlyt jobban erre a ritus részére, a külsőségek részére tennétek. De nálunk is, egyébként protestáns körökben is ott van ez a törekvés, hogy legyen valami megfogható, legyen valami gyakorlati, legyen valami külsőleg is látható a hitünkbe, a hit gyakorlatunkba, mert az egyébként az embernek ad egyfajta biztonsági érzetet. Ez biztos, hogy így van. Szerintem én abban, hogy a ritus fontos, még nem érzem feltétlenül azt, hogy fontosabb, mint a lelki tartalom. Én azt gondolom, hogy inkább csak tényleg arról van szó, hogyha eltűnnek ezek a keretek, akkor egy idő után eltűnik a lelkiség, de hát most ezt az ősi vitát nem fogjuk nyilván itt megvitatni. Ha már Pál apostol szóba került, akkor szerintem itt van még egy fontos dolog. Az, hogy ugye azt tudjuk, hogy a zsidóság egyszerre azt is mondja, és ez egy nagy különbség a zsidóság és a kereszténység között, hogy tehát ugye kicsit úgy tűnhet, hogy ezek a rituáléknak a többsége, túlnyomó többsége az a zsidókra kötelező. Zsidóktól elvárás. Világ népeivel szemben nem elvárás, hogyha valaki ugye a Mózes 5 könyvét elolvassa. Ugyanakkor ugye Pál apostol nem csak a rituálékkal szemben lépett egy nagyot, hanem a kereszténység viszonyával kapcsolatban is a kereszténység, zsidóság, világ népei ügyében is meghatározó volt a kereszténység további fejlődése szempontjából. És ezt, hogyha most lehet, hogy merész lesz, amit mondok, de tulajdonképpen ez még valamit úgy helyre tesz, mert van egy olyan gondolat is a zsidó filozófiában, hogy a zsidók azért lettek ennyi külsőséggel és rituáléval megáldva, vagy megterhelve, igen, mert van egy olyan feladatuk, hogy fölhívják a figyelmet Ábrahám istenére, és ezek a külsőségek azok, amik a figyelmet fölkeltik a világ népeiben. Van egy olyan filozófiai magyarázat, hogy ezért ez az oka a számüzetésnek is, hogy a zsidók a világ minden pontjára elkerülnek a történelem során, mert így tudnak kapcsolatba kerülni a világ minden népével, akik fölfigyelnek a zsidók furcsa szokásaira és viselkedésére, és ezzel a zsidók figyelem előtt tartják Ábrahám istenét, az egy istent. Ez kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy a zsidók olyanok, mint egy szerzetes rend. A zsidók a világ szerzetes rendje, akik valami töbletet vállalnak magukra, vagy akiket valami töblettel terheltek ezzel a sok rituáléval, azért, ahogy a proféta Ézsaiás fogalmaz, hogy orla goyim, hogy fényjé legyetek a népek előtt. Népek világosságának. Nép a világosság tettelek. Ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sok rituálinak lehet, hogy van egy ilyen szerepe is. És hogyha megnézzük a történelmet, akkor egy kicsit azt is lehet talán mondani, hogy a kereszténység, és remélem, hogy ezzel nem bántok meg senkit, a kereszténység az ennek valamilyen módon egy kiteljesülése is. Mert tulajdonképpen az történt, hogy a kereszténység az ábrahámi hitnek, az ábrahámi istenképnek, isten gondolatnak, értékrendnek a lényegét továbbadta a népek, a világ népei, az emberiség felé, és ez volt az egész zsidóságnak tulajdonképpen bizonyos értelemben a célja, megcsupaszítva a rituáléktól. Ennyire még nem dicsértek meg bennünket itt, ez zsidó szájban jól hangzik, bár nyilván megvan ennek a maga konfliktusa is ebben az ügyben, de azért itt szeretnék tovább menni. Az egy apró kérdés, hogy de hát a zsidóság az nem egy missziós vallás, tehát ti nem akarjátok azt, hogy mindenki zsidó legyen.
Akkor nem tudnátok különlegesek lenni. Hát ezért van a léc ilyen magasra téve, hogy azért nem mindenkinek legyen meg a kedve zsidónak lenni. Ugye egyrészt azt fontos tisztázni, hogy zsidóvá lehet lenni, csak nem elvárás. A zsidók, és ez megerősíti azt, amit az előbb mondtam, hogy a zsidók nem gondolják azt, hogy csak a zsidók üdvösek, hanem tehát nem egy ember nem azáltal kerül mondjuk a túlvilágra, hogyha zsidóvá lesz, mert nem feladat az, hogy mindenki zsidó legyen. Ha szeretné valaki ezt magára vállalni, akkor betérhet zsidónak, de nem kötelező. Az, hogy a zsidó nem térítő vallás, ez egy érdekes kérdés, mert ilyen értelemben valóban nem térítő vallás. Abban az értelemben, hogy meggyőzzön mindenkit, vagy érvekkel, vagy tűzzel vassal, hogy legyetek zsidók, ez tény. A másik oldalról viszont, hogyha ezt a gondolatot visszük tovább, mint az előbb mondtam, akkor van missziója, hiszen az egész Biblia erről szól, Ábrahámmal kezdődően, hogy azt a ábrahámi felismerést, ami az egyisten hitről szól, és amivel nagyon sok minden más is együtt jelen, sok alapérték, ami ma már természetes része a mi civilizációnknak, az a küldetés, hogy ez tovább menjen. Ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy a Noé 7 törvénye. Az, hogy a zsidóság aktívan nem csinálta ezt 2000 éven keresztül abban a missziós értelmen, mint ma, amikor nem tudom én, buszmegállókban vagy a piros lámpánál missziós anyagokat osztanának a zsidók mindenkinek, hogy ez nem így alakult. Annak nyilván megvannak a történelmi okai is, de ha nem is tudatosan vagy aktívan, a zsidóságnak ez a szerepe azért mégiscsak beteljesül, vagy része a világtörténelemnek, szerintem. Te most megint arra gondolsz, hogy más áttételeken keresztül jut el ez az üzenet, akkor ezt én is így gondolom, de most ha visszatérünk egy kicsit szorosabban a neveléshez. Erről a kolozsvári Montessori iskola, azt el lehet képzelni, ahol elsősorban magyar gyerekek, de román gyerekek is tanulnak, el lehet képzelni ennek a kihívását, ott ez a másnak lenni és másnak nevelni. Tehát úgy nevelni a gyermekeinket, akár a családról beszélünk, akár az iskoláról, hogy valami fajta opozícióba ahhoz, ami kín van, ami az ajtón kívül van, hogy azzal a tudattal nevelni, hogy te más vagy, te ne keveredj, te ne gondold azt, hogy olyan vagy, mint a többiek, te vigyázz erre a kívülállásodra, különállásodra, arra, ami téged megkülönböztet az átlagtól, a fősodortól. Ez amit teherként is rárakhatunk a következő nemzedéknek, a gyerekeinknek a vállára vagy az életére, meg ez lehet egyfajta védelem is az embernek, hogy ragaszkodik ebbe, hogy de én nem az vagyok, de én nem olyan vagyok. Most ez folyamatosan átéli az ember a világba, persze mindenki, ha nem vallásos alapon, akkor más alapon át tudja ezt élni, amikor rádöbben arra, hogy na itt én vagyok az, aki nem illik bele az átlagba, aki nincs benne a többségbe, én itt valamilyen módon egy szignifikáns kisebbség vagyok. Mennyire tudatos ennek a nevelés, a ti nevelésetekben ez a megkülönböztetjük magunkat a többiektől, ez az attitűd, ez az üzenet, vagy ez a nevelésnek ez a része. Nyilván ez egy sokszínű világ azért, a zsidó nevelés világa, és most én nem a kortárs sokszínűségre gondolok, hanem történelmileg is. De hogyha most történelmileg nézzük, akkor nyilván ez benne van a zsidó tudatban, ezt nem lehet eltagadni. De hát ezt meg kell érteni, hogy amikor a zsidók a középkorban a gettó falai között szenvedték, hogy megkülönböztetésnek és nagyon gyakran fizikai fájdalomnak vannak kitéve a másságuk miatt, akkor kellett adni ehhez egyfajta büszkeséget is, hogy hát nem hiába van mindez. És azt hiszem, hogy itt van a dolog elásva, tehát az önmagában, hogy mi mások vagyunk, mint egy nem tudom én, egy ritka delfinfaj, akire vigyázni kell, nehogy kipusztuljon, az szerintem nem egy jó érv, az nem meggyőző egy gyereknek. De az, hogyha azt mondom, hogy figyelj, nekünk van egy küldetésünk, és itt a küldetésen van a hangsúly, és nem a másságon, lehet, hogy mi emiatt a küldetés miatt mások vagyunk, de nem azon van a hangsúly, hogy te más vagy, fiam, és ezt ne felejtsd el, hanem azon van a hangsúly, hogy van egy küldetésed az életben, és ezt a küldetést teljesítsd,
akkor szerintem ez a dolog tud egészséges lenni. És tud úgy lenni, hogy egyszerre tovább tudjuk adni, és tovább tudjuk hagyományozni ezt a küldetést, meg tudjon maradni az a fajta elkülönülés a szürke tömegtől, ha szabad ezt így fogalmazni, ami előfeltétel annak, hogy ez a küldetés fent tudjon maradni, és a másik oldal pedig ne legyen feltétlenül bántó a többiek felé. Szóval a küldetésen van a hangsúly. Nem a kiválasztottságon? A kiválasztottság az egy küldetés. A kiválasztottság az nem arról szól, hogy mi kiválasztottak vagyunk, és ezért több jár nekünk, szebbek vagyunk, okosabbak vagyunk, hanem a kiválasztottság arról szól, hogy van egy küldetésünk, amire kiválasztottunk, ami sokkal több felelősséggel jár. Most nyilván a felelősség teljesítésével is, annak nyilván vannak gyümölcsei is, de a hangsúly a küldetése van. Azt nem állítom, hogy ennek nem voltak vadhajtásai, hogy úgy mondjam, a történelem során, de azt gondolom, hogy megértőek lehetünk ezekkel szemben. Amikor a különböző középkori zsidó klasszikus irodalmi művekben, vagy zsidó, akár vallásjogi, vagy vallástudományi művekben találunk olyan idézeteket, ahol a kiválasztottságnak nem a küldetésére kerül a hangsúly, hanem az emelkedettségére, vagy minőségbeli különbségére, akkor azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban lehetünk megértőek, hogyha ezt belehelyezzük abba a kontextusba, amikor ezek az iratok születtek, még egyszer mondom, ahol azok a szerzők, akik ezt írták, azok folyamatos megaláztatásnak voltak kitéve. De nem ez a lényeg szerintem, nem ez a lényegi üzenete a kiválasztottságnak, azt gondolom, hogy biztosan tudom állítani, hanem a küldetés. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy valószínűleg minden vallási közösségben ott van ez a fajta küldetéstudat, és ez a küldetéstudat ad értelmet annak, hogy egy közösség létezzen, és úgy érezze, hogy van értelme a saját közösségének az értékeit továbbadni, azokat védelmezni, mert úgy érzi, hogy valami olyat tud, amit a többiek nem. Igen, ez tehát a kisebbségnek az elit tudata, uh-huh. ami egyszerre a részben a túlélésnek az esélye, részben pedig egy olyan veszély, ami valóban a külvilággal szemben arrogánsá is teheti az embert, vagy elzárkózóvá, vagy lenézővé, hogy lenézi ezt a dolgot, ez biztos egy lényeges pont, de hogyha szabad most a nevelésnek egy másik oldalról megközelíteni, ez most egy nagyon felszínes megszólás lesz a részemről, de amikor így mondjuk mi így keresztények magunk között beszélgetünk a zsidókról, és valahogy fölmerülnek a nevelés kérdései, akkor ilyeneket szoktak mondani, nézd meg ezeket a zsidókat, ezek úgy nevelik, mindegyik úgy neveli a saját gyerekét, mintha ő lenne a világ legnagyobb zsenie, mint aki holnap után már egész biztosan Nobel-díjas lesz, és most meg foglak lepni azzal a történettel, amit a te rabbivá avatásodon éltem át, ugye én akkor a köztársasági elnöki hivatalban dolgoztam, és hivatalosan is delegáltak arra a vacsorára, ahol megünnepelték a te rabbi avatásod, ugye 1930-hányban volt az utolsó? Gondolom, hogy 38-39. Igen, tehát most először a mondjuk így... Ortodox rabbi avatás először volt. Első ortodox rabbi avatás 2003-ban vagy 2004-ben. Igen, 3-ban. Azt hiszem, és emlékszem, hogy ott volt vagy a Tel Avivi, vagy a jeruzsálemi főkántor és a fia. És akkor a főkántor fölállt és azt mondta, hogy most egy zseni jön. Most egy fantasztikus zenész jön, aki ötféle különböző hangszeren játszik, aki tud vezényelni, sőt egyszerre három hangszeren is tud játszani. Emlékszel erre? Igen. És föl így mondom, itt van olyan világsztár fog jönni, hogy az és akkor azt mondta, hogy ő az én fiam. És akkor előjött egy fiatalember, és az öt hangszerből az három a zongorának különböző változatai voltak. A negyedik az a szájharmonika volt, és azt hiszem az ötödik aztán van ő furúja, de és egy-két kedves dalokat adott elő, de úgy nem volt az embernek az az érzése, mint hogyha itt most egy világsztár lett volna. Tehát ez az egyik része, amiben nyilván van valami fajta leegyszerűsítés ennek a dolognak, miközben, na és itt jön az önkritikus része,
vagy nem tudom, hogy önkritikus része, mi keresztények meg folyamatosan arra neveljük a gyerekeinket, hogy bűnös vagy, meg kell térned, ez sem szabad, az sem szabad, ha az Úristennek tetszeni akarsz, akkor nem lehet így viselkedni. Tehát egy folyamatos rossz lelkismeretben tartjuk ez a keresztény vallásos nevelésnek egy felszínes része természetesen, azért nem ebben merül ki, és hogy ez a kettőt egymás mellé teszünk, és akkor csodálkozunk, hogy a gyerekeink azok szorongással, kisebbségi érzéssel, nem tudom, mivel nőnek föl, és aztán nem is tudnak olyan sikeresek lenni az életben. Tudsz ezzel a különbségtétellel valamit kezdeni, vagy ez száfolyam, ha legközelebb valaki ezt jön hozzá? Nem, én azt gondolom, hogy ebben bizonyára, mint általában a sztereotípiákban sok igazság is van azért. Ugye a tipikus jidise máme képe, akinek a szemében a saját gyerekei azok tényleg az istenek, az biztos, hogy sok szempontból igaz, és mint mindig én, aki egyszerre történészként és rabbiként is próbálom ezeket a dolgokat szemlélni, azt gondolom, hogy ezeknek a dolgoknak nagyon mélyen vallás történeti és filozófiai gyökerei is vannak. Ugye beszéltünk itt a kereszténység és a zsidóság filozófiai különbségeiről, és megint olyan helyre tévedek, ami nem biztos, hogy az enyém, de hát ahogy te magad is említetted, hogy itt ugye a bűnösség, az eredendően bűnösség fogalma, ami azért alapvetően egy keresztény gondolat, az eredendő bűn gondolata, az a zsidóságban nincsen. A zsidóság pont fordítva állít, a zsidóság azt jelenti, hogy eredendően jó vagy, és csak hát lehet, hogy útközben becsúszott egy pár hiba. Ezért is például nagy közismert, hogy a zsidók nem megtérésről, hanem visszatérésről szoktak beszélni. A csuva, az visszatérés jelent, mert az kifejezi azt, hogy te eredendően jó voltál, még akkor is, hogy az életed nagy részét nem így élted le, csak a rossz ösztönöd letérített a jó útról, de a te valódi éned az isteni lélek, ami benned van, és nem pedig a bűnös gondolat, ami az állati ösztönödből, a testi ösztönödből jön. Tehát ez biztos, hogy egy fontos része ennek a dolognak. És ami a nevelést illeti, és ezt ugyancsak ide kapcsolnám, megint csak egy kis filológia, hogy ugye héberül az a szó, hogy nevelni, amit az előbb idézett salamoni mondatban is megtalálunk, az chinuch. Chinuch azt jelenti, hogy nevelés, de azt is jelenti, hogy avatás. Ugye a hanukka szó, ami ugye a ünnepünket jelöli, azért hanuka, mert akkor avatták újra az oltárt, és a hanuka meg a chinuchnak ugyanaz a három betű a gyöke. És ez egy fontos dolgot mond a neveléssel kapcsolatban, hogy amikor nevelek, akkor én nekem nem kell más tennem, mint fölavatnom azt a gyereket. Mit jelent fölavatni? Fölavatni azt jelenti, amikor már kész van valami, csak ugye levesszük róla azt a bizonyos leplet, és megtapsoljuk, és virágokat teszünk oda, és megöntözzük, és ugyanezt kell csinálnom a gyerekkel. Az a gyerek, az nem kell valami más csinálnom belőle, mint ami. Ő úgy, ahogy van, fantasztikus, mert minden ember fantasztikus, és ez is egy mélyen zsidó gondolat, hogy Isten minden embert másmilyennek teremtett, nincs két egyforma ember, és valószínűleg azért nincs két egyforma ember, ahogy a Talmud mondja, hogy nincs két egyforma ábrázatú ember, nincs két egyforma gondolatú ember sem. Mert minden ember valamit hozzátesz a világhoz. És ez az a különlegesség, amit föl kell mindenkinek ismerni, és ez, amit föl kell avatni minden gyerekben. Minden gyereket csak hozzá kell segíteni ahhoz, hogy fölismerje azt, hogy ő miben különleges, hogy ő neki mik azok az erényei és értékei, amivel valamit hozzá tud tenni a világhoz, és amivel úgy tudja érezni, hogy ez a világ nem lenne tökéletes, hogyha ő nem lenne benne. És szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, hogy a zsidóság nevelés tudatában ez mélyen benne van, hogy mindenki különleges, és hogyha te nem lennél, akkor a világ nem lenne tökéletes, a te születésed, a te léted, az a teremtés óta bele van programozva a történelemben, nem véletlen vagy itt, hanem célod van, és egy olyan célt kell, hogy teljesítsél, amit csak te tudsz teljesíteni. Ugye van egy ilyen hasonlat, amit ugyancsak a haszit törtekbe föl szokott merülni, hogy ugye a tóra tekercs, amit gyakran használunk, hogyha egy betű is kikopik belőle, akkor
akkor az egész Tóra tekercs használhatatlan, míg ki nem javítják. És azt mondjuk, hogy a Tóra tekercsön tudjuk, hogy ez egy szimbolikus szám, 600 ezer betűről szoktunk beszélni, valójában 302 ezer betű van a Tóra tekercsben. És tudjuk azt, hogy 600 ezer felnőtt férfi volt, amikor a zsidó nép tagjai kivonultak Egyiptomból, ugye népszámlálásból ezt látjuk. És ugye ez a hasonlat, hogy ahogy egy nép is nagyon sok ezer emberből áll össze, de mindenki számít, ugyanúgy, mint ahogy a Tórában minden betű számít. Hogyha egy betű is kimarad, akkor az egész használhatatlanná válik. És ez biztos, hogy a zsidó nevelésben, még annak a világi formáiban is ez a dolog, ez valószínűleg tovább adódik. És persze, hogy meg kell védenem a keresztény nevelést, mert amit most elmondtál, hogy tekintünk a gyermekre, az utódra, aznak teljes mértékben, lehet, hogy az Ószövetségből tanultuk meg, de az teljes mértékben érvényes a keresztény nevelésre, és itt a magyarországi református egyháznak a köznevelési törvénye az így kezdődik: a gyermek és adottságai Isten ajándéka. Az anyaméhi gyümölcse jutalom, ugye azt hiszem 120, nem tudom, hogy eddig Zsoltár pontosan, de lehet, hogy nem, ti nem így fordítjátok, de hogy a kiinduló pont itt is ez, hogy valami olyat kaptunk, hogy nem mondjam, kölcsönbe az jó életnek Istentől, az Urától, amit bennünket arra méltatott, még odáig is elmegy a keresztény teológia, hogy a szülő az tulajdonképpen teremtő társ. Tehát, hogy az Isten a teremtésbe úgy vonja be, olyan maga, akkor teszi a legnagyobb, legmagasabb polcra az embert, amikor azzal, hogy ő is életet tud adni, a férfi és a nő, az apa és az anya, azzal a lehetőséggel, vagy azzal a képességgel megajándékozza, akkor emeli legközelebb saját magához. Tehát ez, azt gondolom, hogy a zsidóságban is egy vállalható gondolat, nálunk ez egy nagyon hangsúlyos gondolat. Igen, a Talmud azt mondja, Slossásut Fimbádám, az emberben három társ van. Apja, anyja és a Jóisten. És van egy olyan mély, nagyon szép, kabalisztikus, filozófiai eszmefuttatás, ami arról szól, hogy mi az oka annak, hogy az embereknek, az emberek többségének a legmélyebb és a legmotiválóbb vágya az a szexuális vágy. És ez miért van így? És tudjuk azt, hogy a szexualitás a zsidó vallásban nem egy megtűrt rossz, hanem egy tulajdonképpen, ha megfelelő keretek között történik, akkor az a szentségnek egy foka. Ez az oka annak, hogy a szexuális élet az akár a legszebb, hogyha egy valamilyen ünnepi alkalommal történik a házastársak között. Mi az oka annak, hogy ez a vágy, ez minden emberben ott ég, és ezt már a 19. századi pszichológusok előtt is állítottuk, és tudtuk. És erre nagyon érdekesen azt mondja ez az eszmefuttatás, hogy azért, mert amikor Ádám és Éva egyesülnek, és egy Ádám és Éva egyesülése az tulajdonképpen minden potenciálisan minden férfi és nő egyesülésében ott van, az a kollektív emlékezetünkben előhívja a teremtés szent pillanatának az érintését. Hogy ez egy olyan intim pillanat, ami azt a nagyon emelkedett, leírhatatlan érzést adja vissza, amit Ádám érezhetett, amikor Isten megteremtette őt. Ez nem azt jelenti, hogy hogy ezt a nagyon szent, vagy ezt a nagyon mély érzést, ezt a felszínen is így éljük meg, mert minden nagyon szent dolgot meg lehet élni, nagyon vulgárisan is. Minden, amiben nagy erő van, azt lehet pozitív és negatív irányba is becsatornázni, de ettől függetlenül a tudat alattinkban azt mondja a kabbalisztikus filozófia, hogy ez az oka annak, hogy mi ezt ennyire akarjuk. Tehát, hogy valóban a teremtésnek így mond részesei vagyunk ezáltal. De az, hogy a gyerekeknek, minden egyes gyereknek és minden egyes embernek nagy értéke van. Ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a zsidó nevelésről van szó, hogy a zsidóságban a tanulás az mindig egy borzasztó fontos érték, és van egy nagyon érdekes észrevétel, hogy tudjuk azt, hogy a zsidóknál különben a tanulás az egy vallási kötelezettség. Ugyan fontosabb vallási kötelezettség, mint az imádkozás.
De érdekes, hogy vissza tudunk emlékezni, van-e olyan bibliai idézet, ami azt mondja, hogy tanuljunk? Nem tudom, bibliai körben esetleg. Ószövetségben. Van-e olyan idézet, ami azt mondja, hogy tanuljunk? Add át ezt fiaidnak. Ah, de az nem azt mondja, hogy tanuljunk, azt mondja, hogy tanítsunk. És ez nagyon fontos. Valóban, nincs olyan idézet, hogy a Mózes 5 könyvében, hogy tanuljunk, olyan van, hogy tanítsunk, add át ezt fiaidnak. És ez miért fontos? Mert azt is mutatja, hogy a tanulás az ne legyen öncélú. A tanulás mindig járjon együtt azzal, hogy utána továbbad fiaidnak. Hogy részese legyen a tanítás. És ezért a tanulás kötelezettségére, a tanulás kötelezettségére a tanítás isteni parancsában kapjuk meg a felhívást. És ez nyilván a zsidóság 3000 éves hagyományában nagyon erősen megkapta mindig a szerepet, hogy bárhol is voltunk, ott a tanítás és a tanulás az része volt a dolognak. Van ennek még egy vetülete, hogy hogyan tanul, mi a legősibb módszere a tanulásnak. Ugye tudjuk azt, hogy a zsidóknál a szövegértelmezés az nagyon fontos, hagyományos tanulási módszer. Egy olyan szövegértelmezés, ahol párban vagy nagyobb közösségben ülnek, ezt úgy hívjuk, hogy havruta, és a szöveget értelmezik, és vitatkoznak róla, és így gyarapszik a szöveg. Mert amikor mi vitatkozunk egy szövegen, és az értelmét keresünk, akkor egy idő után ezt leírják, és majd azon a szövegen is vitatkoznak az utókorban, amit mi mondtunk, és már le van írva. És ez azt is mutatja, hogy amikor én tanulok, akkor ne csak befogadóként tanuljak, hanem mindig valahogy próbáljam a saját reflexiómat is hozzátenni, és ez is az oka annak, hogy a tanulás a tanítás iniciatívájában van benne, mert amikor én tanulok, az legyen rögtön egy tanítás is, ne csak passzívan tanulás. Beszéltünk a nevelésnek arról a részéről, ami a külsőségekre vonatkozik, ami az intellektuális részére vonatkozik, ami a hitbeli részére vonatkozik, a hitnek, mint tudásnak az átadása, és az erkölcsi részéről szerintem érdemes megbeszélni. Tehát abban, csak most megint védjem a saját megközelítésünket ezzel az alapvetően negatívvá vált antropológia. Én ezt egy súlyos gondjának tartom a kereszténységem, amit itt a bűntudatról és a bűntudatnak az ápolása és a gondozása és valahol az egész, most a katolikusok nevében beszélek, az egész gyónás dolog ebben benne, hogy állandóan arra vagyunk fixálva, hogy mit csináltunk rosszul. Uh-huh. És nem azt, hogy mit lehetne jól csinálni. Tehát én ebben látok egy negatív megközelítést, ugyanakkor pedig, amit te mondasz, hogy végül is a rossz az legfeljebb ilyen kisebb üzemi baleset, amitől az ember el tud fordulni, alapvetően rendben vannak a dolgok. Azzal kapcsolatban azt a veszélyt látom, hogyha a gonosznak, a rossznak a valóságát, az erejét, azt nem veszük komolyan, akkor nem látjuk reálisan a világot, és talán a védekező reflexeink is és gyengék lesznek ahhoz, hogy ellenálljunk a gonosznak. Tehát a bűnnek a valósága azért az egy olyan, ennek a világnak a romlottsága az egy olyan adottság, amit nem lehet kikerülni azzal, hogy hát Istenem, neked nem muszáj ilyennek lenni, és akkor már is minden rendben van. Ez milyen módon jelenik ez nálatok a nevelésben? Tehát a kép árnyaltabb, abban az értelemben, hogy azért lehet, hogy ez kicsit úgy tűnhetett, hogy azt mondom, hogy hát csináltál vagy rosszat, nem olyan nagy baj, mert úgyis eredendően jó vagy. Tehát azért a bűnnek nagy ereje van, és az, hogy a bűn mennyire mélyre tudja vinni az embert, arról azért nagyon sok szó esik a zsidó filozófiában. De igazából a végponton van a lényeg, az, hogy bárhova is juss, bármilyen mélyen is legyél, mindig vissza tudsz térni, mert nem lehet belőled az őrlángot nem lehet kioltani benned. Tulajdonképpen ez a lényege annak, amit említettem. De az, hogy a bűnnek ereje van, az benne van. És ebben különböző megközelítések voltak azért a történelem során. Ugye az, amit én mondok és amit hangsúlyozok, az, hogy a pozitívra tenni a hangsúlyt, azért az,
a haszid filozófiában, a haszid irányzatban nagyon erősen megjelenik. De voltak olyan, és vannak olyan irányzatok, amelyek nagy hangsúlyt tesznek a negatívra. A muszár irányzat például, ami ugyancsak egy kelet-európai képződmény, muszár tanítások, a muszár könyvek azt részletezik, hogy az ember mennyire testies, és mennyire földhöz ragadt, és mennyire a saját testi vágyaival van elfoglalva, és ez mennyire mély, és mennyire rossz, és mennyire... Ugye, és csak az a baj, hogy itt azért az egyensúlyt kell megtalálni. Van egy, ugye, és akkor mi, ugye, azt tudjuk, hogy a zsidók az egymás között sem tudnak mindig nevezőre jutni, ugye? Tényleg? Én azt hittem, hogy... Hát tudom, hogy ez egy meglepetés a számodra. De ugye mindannyian ismerjük a viccet, hogy ahol két zsidó van, ott van három vélemény. Én szerintem nem is kell a három vélemény, ez nem is kell két zsidó. De minden esetre, ugye akkor vannak ezek a vicces történetek, hogy az egyik tábor hogyan nevet a másik táboron, és ugye ennek a muszár iskolának 19.-20. Században több központja is volt, és az egyik az a Slabotke. Ez hogy hol van most? Gondolom, vagy Ukrajnában, vagy Lengyelországban lehet. Ez egy híres jesi, vagy híres iskola volt, ahol a muszár nagyon fontos szerepet kapott, és ráadásul az kapott nagyon fontos szerepet, hogy az ember ne csak azt tudatosítsa magában, hogy mennyire testies és bűnre hajlamos, hanem azt is, hogy ő mennyire semmi a Istenhez képest. És akkor a történet úgy szól, hogy hát erről volt szó, és erről beszéltek, és ez egy visszatérő téma, és a rabbik hétről hétre erről tartanak muszárbeszédeket, ahogy ezt mondják, és az igazán, akik ezt a szívükre vették, azok a nap egy bizonyos szakaszában odálltak a fal elé, és elkezdték verni a fejüket a falba, míg véres nem lett, és azt kiabálták közben, ich bin a garnist, ich bin a garnist, ich bin a garnist. Ugye jidisül, ez azt jelenti, hogy én egy semmi vagyok, én egy semmi vagyok, én egy semmi vagyok. És jött egy ifjú bóher, egy ifjú tanuló, nebuló, aki hát nagyon szívére vette az első muszár beszélgetést, és azt, hogy egy semmi. És ahogy vége volt, látta, hogy egy páran a idősebb bóherek között odállnak a falhoz, és verik a fejüket a falba, és azt mondják, hogy ich bin a garnist, ich bin a garnist. És erre, hát ő is nagyon szívére vette, és odállt ő is melléjük, és elkezdte a fejét verni a falba, és ő is elkezdte mondani, hogy ich bin a garnist, én egy semmi vagyok, egy semmi vagyok, egy semmi vagyok. És akkor megálltak az idősebb bóherek, meglepődtek, hogy mit keres itt ez a ifjú gyerek, és odaszól az egyik a másiknak, és azt mondja, látod, most jött, és már egy semmi. De hogy azért a kérdésedre is válaszoljak, hogy hogyan jelenik meg a lesújtó kéz és a büntető kéz a zsidó nevelésben. Ez nyilván alkati kérdés is, de az biztos, hogy meg kell jelenjen, tehát a határokat ki kell jelölni. És az, hogy ennek mi a módja, abban az nyilván egy személyes kérdés is. De azért azt gondolom, hogy a vallásos, hagyományos zsidó nevelésben nagyon erősen ott van az, hogy azért vannak bizonyos határok, és azokat nem lépjük át, és hogyha átlépjük, annak súlyos következménye van. Ez szerintem benne van. Most én keveredek olyan területre, ahol majd, ahol persze nem vagyok annyira otthon, de hát az egész a bibliai időkre koncentrálva, utána már nem ismerek megszólalni, mert az ott már sajnos mi is ott vagyunk negatív szereplőként sokszor, de hát az egész Izrael története az nem egy kudarc sorozat. Állandóan arról szól, hogy meg kéne térni, de elvesznek, de eltűnnek, de nem tudnak visszatérni, cserbe hagyják a saját istenüket, a proféták állandóan ostorozzák őket, hogy térjetek vissza, de ez nem sikerül, legfeljebb egy nagyon kicsi magnak, és a végén már egy valaki marad, vagy néhány anávim, néhány igaz marad az egészből, de az egész Izrael, mint olyan képtelen, azt a partnerséget, amire őket a kiválasztó Isten meghívta, képtelen beteljesíteni, hanem mindig ez. De ők eltértek az ő Istenüktől, bajba kerültek, akkor aztán azért az Istenhez kiáltottak, na akkor segített rajtuk, aztán megint eltértek tőlük, és akkor megint kellett rajtuk segíteni, mint hogyha én ott érzem ezt a hogy mondjam, ezt egyfajta pessimizmus, hogyha
Izraelnek, mint népnek, meg az Izraelt teremtő és kiválasztó Istennek a viszonyában a harmónia azért az, meg az egymásra találás, meg az egymás mellett létel az, az inkább a kivétel lenne, mint a szabály, vagy mint az általános. Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes felvetés, amit mondasz, mert ez tényleg tulajdonképpen az egész Bibliával kapcsolatban felvet kérdéseket. Ugye a kérdés az az, hogy tényes való, hogy a bibliai történetek többsége, az, ha nem is kudarccal végződik, de valamilyen kudarcos eleme van. Hát nézzük végig az összes bibliai szereplőnek a történetét. Ádám, Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, mindenkinek Dávid. Van. Dávid, aztán én csak maradok Mózes 5 könyvénél, de hát aztán utána meg végleg. Minden szereplőnek van valamilyen olyan része, amit hát hogyha itt a cenzor ezt jobban átnézte volna, vagy nem is cenzor, hanem egyszerűen a koreográfiát jobban kigondolták volna, akkor ez nem kéne, hogy benne legyen, mert olyan kellemetlen. Mindig magyarázkodni kell, hogy ez most miért történt, és hogy van. És nyilván nem véletlen, hogy ezek a történetek benne vannak a Bibliában. Én olvastam egy nagyon szép visszaemlékezést, ahol egy japán fiú meséli el, hogy ő kereste Istent, és minden vallást kipróbált, és mindenbe belekóstolt, egy kicsit a végén zsidó lett, legalábbis amikor a történet játszik, akkor épp ő úgy érzi, hogy a végén van, nem tudom, hogy folytatódott-e a keresés később, de minden esetre zsidó lett, és akkor megkérdezték tőle, hogy miért. És azt mondta, hogy hát azért, mert van valami, ugye minden vallásnak van egy szent könyve, és mindegyiket végigolvasta, és általában ezekben a szent könyvekben olyan főszereplők vannak, akik tökéletesek, akik félistenek, vagy maguk is istenek tulajdonképpen. És a zsidóknak a szent könyve az egyetlen, ahol a főszereplők olyanok, hogy olyan emberiek, és hogy kudarccal vannak teli. És ugye ő úgy érezte, hogy ez az, amitől ez a dolog valósággá válik. Az, hogy a Tóra történeteiben, a Biblia, a Tanakh történeteiben minden egyes történet az egy kicsit, vagy nagyon egy kudarcról szól, az nem véletlenül van így. A Tóra ugye az egy tanítás, az nem minden történet került bele, és úgy tűnik, mintha ez egy idő után az ember úgy látná, hogy ez tulajdonképpen gyűjteménye a kudarcos történeteknek, mert biztos azért volt olyan is, ami jól sikerült. És az, hogy ez miért van mégis benne, az nagyon sokat elmond. Ez elmond szerintem nem a pesszimizmusról szól, hanem pont egy ilyen nagyon egyik oldalon realista, másik oldalon nagyon optimista hozzáállásról. Hát nézzük meg, hogy Mózes és Isten egymásnak adják a felelősséget, hogy akkor ki is ez a nép, és ki vállaljon érte felelősséget, de a végén mégiscsak az ő népük, és mégiscsak tovább megy, és ez az embert arra tanítja, hogy az én életem is ilyen, az én életemben sem arra kell törekednem, hogy megoldjak mindent, és tökéletessé váljak, és eljön majd a pillanat, amikor üdvös leszek, és onnantól fogva abba a klubba tartozom, ahonnan már tulajdonképpen semmit se kell tennem, mert tökéletes vagyok. Az életem az első pillanatától az utolsó pillanatáig egy olyan küzdelem, amiben a kudarc bele van kódolva, és ami meg is fog történni. Nem tudom most, hogy melyik profétának az idézet, talán te jobban tudod, vagy emlékszel. Seva yipol tzadik vekam. Hétszer fog elesni az igaz, és föl kell. Ami azt jelenti, hogy a hétszer való elesés, az része a felkelésnek, az része a felállásnak. És szerintem erre tanítanak bennünket ezek a történetek, és bennem ezért ez nem egy pesszimizmust, vagy egy rossz érzést ébreszt, hanem éppen egy nagyon derűs optimizmust. Azért persze folytatódik ez a vonal, ha arra gondolunk, hogy azért mégiscsak Róma püspöke, a pápáknak az elődje, az háromszor tagadta meg a mesterét, Péter apostol, akkor azért ez a fajta, vagy ez a realizmus, ez ott van, vagy ha a tanítványoknak, a Jézus tanítványainak a hitetlenségére, vagy ahogy mi fordítjuk, kicsinyhitűségére gondolunk, meg azokra a kudarcokra, nem beszélve a Getsemánei kertről, és így tovább, és így tovább. Tehát azért ez a fajta realizmus, ez folytatódik, ha lehet így mondani, az új szövetségben is. Valamit még, ha megteszed, és akkor lesz lehetőség néhány kérdésre, hogyha
ha vannak kérdések, mert kaptam a reklamációkat, hogy kérdezni miért nem lehetett idén, úgyhogy majd most tőled lehet kérdezni. Valamit még a konkrét iskolátokról, ha mondanád, hogyan fogalmaznád meg a lényegét, amiben különös, amiben eltér egy általános iskolától, az az iskola, amit ti fenntartotok, vagy azok az iskolák, hiszen most már többet tartotok. Hát ugye nagyon sokféle oktatási intézmény van, amit fenntartunk. Ugye ennek egy része olyanoknak szól, olyan felnőtt oktatás, ami kifejezetten azoknak szól, akik nem kapták a hagyományos zsidó nevelést gyerekkorukban. De ha most beszélek a óvodáinkról, az általános iskolánkról és a készülő félben lévő gimnáziumunkról, akkor nyilván itt próbáljuk érvényesíteni a hagyományos zsidó oktatási eszközöket, ami azt jelenti, hogy egyrészt a gyerekek borzasztó sokat tanulnak, szóval reggel 8-tól délután 4-ig tart az oktatás. Ugye ennek van egy olyan oka is, mert szeretnénk... Tüntetéshez rá? Nincs rá idő, úgyhogy ez el szokott maradni. Ez egy jó módszer, ezt lehet, hogy ebben is lenne átvenni. De... Szóval ugye nyilván ennek van egy olyan oldala is, hogy szeretnénk teljesíteni a gyerekek mind a két elvárást. Tehát az ugye egy általános iskolában ugye átlagosan 21 óra világi oktatás kell legyen egy héten. Ez mi még hozzáteszünk az általános iskolában 13-14 óra héber és vallás tanítás. Ugye az általános iskolánk az hivatalosan is az egyetlen héber magyar két tannyelvű intézmény. Azok a gyerekek, akik más óvodából jönnek, azoknak van egy előkészítő nulladik osztály. Gyakorlatilag az első osztálytól már a gyerekek anyanyelvi szinten beszélnek héberül. És a bibliai szövegeket, később talmudi szövegeket, azt az eredeti szövegből olvassák, és azt a fajta szövegértelmezési módszert, amit említettem, azt próbáljuk itt is érvényesíteni, úgyhogy közben ezt a fajta megközelítést azt a világi tantárgyak oktatásánál is próbáljuk, egyrészt a személyre szabadságot, másrészt pedig azt, hogy a gyerekek ne passzívan legyenek hallgatói az előadásnak, hanem az óráknak, hanem maguk is minél több feladatot kapjanak, és tudjanak érvényesülni abban, amiben úgy érzik, hogy a legjobbak. Ugye nem könnyű megfelelni mind a két elvárásnak, úgyhogy ez egy nagy kihívás, de azért azt látom, hogy ez mindenkinél a végén azért kamatoztatva van. Most dolgozunk a gimnáziumnak a megnyitásán, Óbudán, ahol ehhez még hozzáteszük azt, hogy a héber mellett az angol is komoly szerepet kapjon. Tehát nyert nyilván a világi elvárásoknak is meg kell felelni, és a nyelvtudás az borzasztó, borzasztó fontos. Úgyhogy ez a közoktatásban vált szerep, és a felsőoktatásban pedig azon gondolkodunk, hogy milyen olyan modellt lehetne átvenni, ami külföldön, különösen az Egyesült Államokban, de nem messze innen, például Bécsben is, úgy tűnik, hogy elég jól működő modell, hogy egy olyan felsőoktatási intézmény, amiben a zsidóságnak az oktatáshoz, a tanuláshoz való évezredes hagyománya, az nem csak a zsidók számára kamatozik, hanem mindenki számára nyitott. Olyan, mondjuk egy példát, New Yorkban egy nagyon színvonalas intézmény, a Yeshiva University, amiben van rabbi iskola is, de van egy kiváló jogi oktatás, van orvostudományi kar, és nem csak zsidók járják. Tehát, hogy valahogy úgy a felsőoktatásból kivenni a részünket, hogy az ne, ott már ne csak a közösség számára valamit biztosító szerepünk legyen, hanem ezekből az értékekből valamit át tudjunk adni a többségi társadalomnak is, és közben a közösséget is szolgáljuk vele. Úgyhogy az még inkább gondolati szinten, de azt gondolom, hogy ez ide is el fogunk jutni. Ez pontosan az a végszó, amiben reménykedtem, mert hogy az jutott itt teljesen spontán eszembe, hogy ilyen jól megtanulnak héberül, meg angolul, itt fognak ezek az emberek maradni Magyarországon, vagy elmennek Izraelbe, vagy elmennek Amerikába, és máshogy keresik a boldogulásokat. Hogyha
most megint a református egyháznak a köznevelési törvényéből idéznék, Magyarországi Református Egyház által fenntartott és működtetett református köznevelési intézmények célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőivé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész alkotó polgáraivá formálják. Uh-huh. Értelmezhető ez a, lenne egy ilyen kitétel, vagy ilyen kitételek a ti iskoláitokban? Hát azt gondolom, hogy ezt fontos rögzíteni, és fontos megosztani a közönséggel, hogy a hallgatósággal, hogy számunkra az egy elemi célkitűzés, hogy azt gondoljuk az egyik oldalról, hogy a zsidó közösség újjáélesztése az nem mehet másképp, csak az oktatáson keresztül, és a cél az, hogy a zsidó közösség újjáéledjen, ahhoz az kell, hogy ezek a gyerekek itt maradjanak. És nem csak, hogy mondjam, vagy nem feltétlenül, és nem csak hazaszeretetből, amit itt az előbb olvastál, egyszerűen azért, mert azt gondoljuk, hogy a magyar zsidó közösség megérdemli, hogy Magyarországon éljen és legyen, és azt a sok száz éves hagyományt tovább vigye, ami sajnos 70 évvel ezelőtt eltört, és ehhez mi mindenképp fontosnak tartjuk azt, hogy ezeknek a gyerekeknek ne csak a Hébert és az angolt, hanem a Magyarországhoz, a magyar nyelvhez, a magyar történelemhez való kötődést is megadjuk, és aztán nyilván azt is valahogy elérjük, hogy ezek a gyerekek, ha felnőttek lesznek, akkor lehetőséghez jussanak a közösségen belül, a közösségen kívül, egzisztenciálisan, és eleve, hogy úgy érezzék, hogy Magyarországon vallásos zsidónak lenni, az nem lehetetleníti el a mindennapi létet, hanem egy természetes része tud lenni a mindennapi létnek, és igazából ez lesz az, ami eldönti, hogy ezek a gyerekek mennyire maradnak itt. De én úgy látom, hogy az elmúlt években az a tendencia, mondjuk például az én időmben, mint hogyha az olyan nagyon régen lett volna, de az én időmben mondjuk a 90-es években nagyon jellemzően megvolt, hogy bárki, aki egy kicsit is aktívabb zsidó lett, az egy idő után vette a cókmokját. Ez, én úgy látom, hogy az utóbbi pár évben már nem annyira jellemző, és egyre több olyan fiatal ember és fiatal család van, akik próbálnak itt megragadni, és ebben nagyon fontos az, hogy meglegyen az az infrastruktúra, ami megadja a lehetőséget arra, hogy valaki vallásos zsidóként élje a mindennapjait Magyarországon, és az a közérzet is, ami ezt biztosítja. És akkor tényleg az utolsó kérdés, vagy felvetés ebben az ügyben az, hogy én az egyik legígéretesebb valóban szellemi munkának, meg bizonyos szempontból szakpolitikai munkának is tekintem a minisztériumba, amit úgy hívnak, hogy zsidó oktatási kerekasztal. Tehát az, hogy amiben ugye ti is dolgoztok, hogy mit tanítunk a másikról, aki nem mi vagyunk. És néha bujkál bennem a kisördög, pedig nem is kéne kisördögnek lenni ez, hogy igen, nézzük meg az állami tankönyvekben, mit tanítanak a magyarországi zsidóságról. Annak a történetéről, annak a jelenéről, a tragikumról, mit tanítunk Izraelről, és így tovább. És így tovább. Ezekben az ügyekben szerintem nagyon jó munka folyik, hogy ennek majd mi lesz az eredménye, remélem, hogy lesz. De az eszembe jut, hogy és a zsidó iskolákban mit tanítanak? És most nem is azt mondom, hogy a magyarságról, mert aki akar, az a magyarság része a zsidó iskolában is, de mondjuk a kereszténységről. Mert hogy vagy a magyar kereszténység, vagy a magyar történet, vagy mennyire fontos az, hogy uh-huh. az, hogy hol is az állami iskolákban mit tanítanak a magyar kereszténységben? Hát az is egy jó kérdés, igen. Nem gondolom, hogy kevesebbet tanítunk, mint az állami iskolák. Ez nem is mennyiségi kérdés feltétlenül, hanem annak a kérdése, hogy a jövő nemzedék megkapja azt a tudást, azt a szemléletet, azt a megközelítést, amelyikben az a természetes magatartás, hogy büszke vagyok arra, aki én vagyok, meg ami az enyém, az én történetem, és ez nem elzár azoktól, akiknek más történetük van részben meg közös történetük van, és ők is büszkék arra, ez bennünket nem elválaszt egymástól, hanem sokkal inkább közel hoz, hiszen mindannyian itt a Kárpátoknak a ölelőkarjai között éljük, és az őseink is itt élték az életünket, és azt szeretnénk, ha az unokáink is itt élnék együtt. Szóval azért a dolognak van egy másik oldala is, hogy
ugye az, amikor azt mondjuk, hogy fontos az, hogy a magyar iskolákban, a közoktatásban minél többet lehessen, ugye a jelenleginél többet, vagy egy kicsit nyitottabban, vagy másképp lehessen a gyerekeknek tanítani zsidóságról, holokausztról, és így tovább, annak azért elsősorban az az oka, mert azt látjuk, hogy az előítéletesség a zsidósággal szemben, az jelentősen benne van a társadalomban, és ennek a kioltása az nem lehet másképp, mint az oktatás 1-2, mert azt is gondoljuk szerintem mindannyian, és talán azt mondhatom, hogy nem csak én, hanem vagy nem feltétlenül csak a zsidó közösség, hanem merem remélni, hogy ez egy általánosabb gondolat, hogy a holokauszt az nem csak a zsidóságnak a története, hanem az a magyar nemzetnek a története, és a magyar nemzet számára fontos, hogy erről tudjon, mert akkor egy közösség akkor tud fejlődni, hogyha a saját történelmének a terhes és árnyékos részeit is ismeri. Tehát az nem a holokauszt oktatás, nem a zsidókról szól, kéne, hogy szóljon, hanem arról, hogy jutott ide a magyar nemzet, hogy ez a borzalom ez meg tudjon történni. Most én ugye a zsidók közösségben, vagy legalább a saját közösségemről tudok beszélni, nem érzem de nyilván lehet, hogy nem vagyok elég érzékeny, nem érzem a keresztény ellenességet, vagy nem érzem azt, hogy egy ilyen előítélet olyan szintű lenne, hogy ezt a mondjuk az állami iskolákban általánosan tanított szintnél jobban kéne hangsúlyozni a zsidó iskolában, hogy a kereszténységet ilyen mód első kézből megismerjék, már csak azért is, mert gondoljunk csak bele, hogy egy magyar zsidó gyereknek nagyon sok lehetőség van a kereszténységet megismerni, nem csak az állami tankönyvekből, nem csak a különböző osztálykirándulásokból, a mindennapokból, az emberi kapcsolatokból, és így tovább. Míg a másik oldalon ez nincs így. Egy átlagos magyar gyereknek nincs is lehetősége arra, hogy megismerje a zsidó közösséget, mert nyilván a zsidóság kevesen vagyunk. Ráadásul kevesen vagyunk olyanok, akik még nem csak fölvállaljuk, hanem tudjuk is, hogy mik vagyunk. Tehát és ezért szerintem ez talán egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap. Hagy meséljem el, hogy én most az utóbbi hetekben, mindig szoktam csinálni, az utóbbi hetekben nagyon sok helyen voltam, gimnáziumokban, középiskolákban meghívnak, hogy beszéljek meghívnak, és részben különben saját szervezésünk is, tehát mi is keressük a kapcsolatot ezekkel az iskolákkal, legkülönféle iskolákkal, hogy a gyerekeknek beszélgessünk a zsidóságról, a zsidó élet mindennapjairól, és hát a legkülönfélebb is helyeken voltam, ez önmagában is nagyon tanulságos. Most múlt héten voltam Dunaújvárosban, egy szakközépiskolában, és az, hogy micsoda tudatlanság van a gyerekekben, és ezt nem vádlólag mondom, mert egyszerűen lehetőségük sincs arra, hogy... És önmagában a személyes kapcsolat, a személyes tapasztalat, az mindennél több határt és falat lebont. Úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog. Távolosan akartam egy szintre hozni azt, ahogyan egy kisebbségben lévő vallás, meg mondjuk így, hogy részben kisebbségben lévő etnikai, kulturális háttér, hiszen rengeteg a közös pontja a dolognak, ott ugyanazok a feladatok lennének, meg kihívások, mint a megfelelőség, mint egy többségi részébe. Tehát ez erről a részéről én nem így gondolkodok feltétlenül, hanem hogy akár kisebbségnek érzi magát az ember, vagy kisebbségben, akár többségben van, zárójelben megjegyzem, hogy nehogy azt hitt, hogy a kereszténységről többet tudtak volna abban a szakközépiskolában, tehát tesztelhetted volna a dolgot, úgyhogy ebből a szempontból nem állunk olyan jól, hanem inkább azt a szellemi munkát, meg annak a gyümölcsét várom, vagy hiányolom, vagy szeretném, amelyik úgy tudja megfogalmazni a saját önképét, hogy az a másik számára ne veszélyforrásként jelenjen meg, hanem ellenkezőleg össze, amit az előbb próbáltam mondani, és nem mondom el még egyszer, tehát az, hogy a büszke vagyok arra, aki én vagyok, ez engem nem elválaszt attól, aki szintén büszke arra, aki ő, és az nem pontosan ugyanaz, aki én vagyok, és ez a dolog itt összeadódik. Tehát én nekem a legnagyobb
hiányérzetem mondjuk a magyar közéletről, hogyha már eljutunk idáig még a végére, az, hogy csomó olyan pozitív dolog van, ami pozitív ember, teljesítmény, közösség, akiknek az energiája, a teljesítmény az nem összeadódik, hanem kioltja egymást. És az kár. Azért egyszerűen kár, az elmegy a semmibe. Tehát, hogy nem egymás javára, hanem egymás kárára élünk, pedig egyébként nem csinálunk rossz dolgokat. Tehát inkább erre vonatkozott, hogy hogyan tudjuk úgy megfogalmazni a másikkal kapcsolatban a gondolatainkat, hogy abból ott összeadódjanak. Azok, amik különösek, amit csak ti tudtok hozzátenni, amit csak mondjuk egy református vagy egy katolikus közösség tud hozzátenni, és itt nem csak a vallásos részéről beszélek. Tehát ez egy kicsit ebben a skizofréniában, hogy vannak, akik aztán a végén azt hiszik, hogy választani kell, és ha az egyiket választod, akkor a másik már nem lehet ismered ezt a részét a dolognak, nem kell mondani. Tehát ez inkább a reménységet fogalmaztam meg, hogy vannak olyan iskolák, ahol így lehet tanulni, hogy így adódnak össze a dolgok. Szerintem csak akkor tényleg végszóként. Egyrészt azt szeretném mondani, és ezt, hogy ha már iskolákról volt szó, meg az én személyes tapasztalatom, az nagyon érdekes, hogy szoktam lenni, most is voltam keresztény iskolákban is. Voltam például a Marcibányi téren van egy baptista, most lett baptista különben nemrég, fogyatékos gyerekekkel foglalkozó iskola, akik hihetetlen sokat tudtak különben a zsidóságról, nyilván a bibliai tanulmányokon keresztül, lényegesen többet, mint az átlag világiskák, de mondjuk mondhatnám, piaristákhoz meg szoktak hívni, és a gyerekek nagyon sokat tudnak, sokkal többet, mint egy átlagos iskolában. Most nem elég hangos. Nem belebeszéltél, hanem mellé beszélek, oké. Okay. Szóval, hogy dicsértem a keresztény iskolákat, hogy a gyerekek, de úgy látszik, ez csak mellé tudom dicsérni. Szóval, hogy dicsértem a keresztény iskolákat, hogy milyen sokat tudnak a gyerekek, nyilván a bibliai tanulmányokon keresztül. És szerintem itt van azért elásva a lényeg. Az, amit mondasz, hogy lehet azt elérni, hogy az identitásunk, az egyediségünk identitása az ne kioltsa a másikat, vagy ne valamivel szemben fogalmazódjon meg, és a másságunk az ne a valamitől való eltérésen alapuljon, hanem valami olyan értéken, amitől ugyan más vagyok, de az hozzáad a másikhoz, az azon múlik, hogy én a saját identitásomat hogyan fogalmazom meg, mennyire töltöm föl valódi, önálló, autonóm tartalommal. És azt tudom mondani, hogy szerintem, meggyőződésem, hogy azokban a zsidó iskolákban, ahol a zsidóság az nem merül ki a folklórban és a életérzésben és az emlékezésben, hanem valódi szellemi tartalmat kap. És életgyakorlatot kap. Hasonló módon mondjuk abban, azok, ha már kereszténységről volt szó, azokban a keresztény iskolákban, ahol a kereszténység egy valódi tartalmat kap, ott automatikusan kevesebb hangsúly lesz azon, hogy na hát ők másmilyenek, mint mi vagyunk, mert nem arról beszélgettünk, hogy ők milyenek, hanem arról, hogy mikik vagyunk. És ez szerintem ez a lényeg. Tehát én azt gondolom, hogy a mi iskolánk, és nyilván én nem vagyok kellően objektív, de a mi iskolánk ezért tud ehhez hozzáadni, mert nem a zsidóságot, a zsidó iskola, mert különben mitől zsidó az iskola, meg miért van szükség zsidó iskolára, hogyha a zsidóság egy világi zsidó iskola, akkor milyen jogon, vagy miért? Ha a zsidóság nem valamilyen vallási tartalom, vagy legalább valláshoz kötető szellemi tartalommal bír, akkor miért kell, hogy legyen zsidó iskola? Ez mit jelent? Azt, hogy nem zsidó? Vagy mi a lényeg? És én ezért azt gondolom, hogy akinél van, és ez nem csak az iskoláira igaz, hanem személyesen is igaz, akinek az identitása az nem valamivel szemben fogalmazódik meg, hanem valami önálló szellemi tartalma van, az automatikusan kevesebbet azzal foglalkozni, hogy na, ha másik az nem olyan, mint én, és ezért én olyan, ezért vagyok az, aki vagyok, mert én nem vagyok olyan, mint az, mint az a másik. Köszönöm szépen, ez valóban jó végszó, miután a moderátor olyan sokat kérdezett és hosszan beszélt, ezért nem maradt idő a kérdésekre, azokat jövőre tudjuk föltenni, mert gondolom, hogy mindenki egyetért azzal, hogy kövessógót érdemes lesz most már. Nagyon köszönöm. Mostan 10 éve újra megkívni jövőre is, úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Áldást kívánunk a munkátokra. Köszönöm.